Bajától Sátoraljaújhelyig több mint 60 versenyző állt rajthoz az első Pasta Station Cross Challenge kupáért. Már a cross training szókapcsolat is védett, olyan edzésmódszert akar, amelyben több sportág mozgásanyagát felhasználva a lehető legtöbb kondicionális képességet lehet fejleszteni egyszerre, vagy külön-külön. Nagy előnye a hagyományos fitness teremben végzett edzésekkel szemben, hogy viszonylag kevés sporteszköz kell hozzá, és a gyakorlatok szabadban is elvégezhetőek. A cross trainingnél nincsenek hagyományos versenyszámok, ezúttal az első két feladatsort, a versenykiírás tartalmazta, a harmadikat közvetlenül a rajt előtt ismertették. Az úgynevezett vodokat időre kell teljesíteni. Gömbsúlyzós párosszakítás, fekvőtámasszal egybekötött súlyemelés, majd kerékpározás, evezés és traktorgumi görgetés volt az egésznapos program. A végére a versenyzők közül láthatóan a hölgyek kevésbé fáradtak el. Az edzések azért intenzívebbek, nagyon sok pihenő volt a feladatsorok között. A feladatsorok nem voltak annyira hosszúak, így igen, mert kipihentebbek vagyunk már. A verseny nehézségét nem is a feladatsorok jelentették. A sportolók rendkívül felkészülten érkeztek, így a végén másodpercek döntöttek a férfiaknál. A dobogó pedig újabb kihívásokra sarkalta a győztest. Konkrét célok? Hát nekem Magyarországon lehetőleg egy meghatározó versenyzői válni. Ez olyan belföldi céloknak mondható, külföldi célok tekintetében nemzetközi versenyeken egy ilyen élmezőnyhöz tartozni, de borzasztó is a mezőny, tehát ez számból én azt kemény lesz. Az első Pasta Station Cross Challenge legnépesebb csapata a Nemzeti Közszolgálati Egyetem rendészettudományi karáról érkezett. Ők ezért külön díjat vehettek át. A szervezők azt tervezik, hogy májusban még nagyobb viadalt rendeznek, remélhetőleg akkor már a szabadban. A Cross Challenge versenyről készült félórás bővebb beszámolónkat november 27-én csütörtökön 18:10-től láthatják itt a sportklubon.